A hajdónánási református óvoda minden évben megrendezi hagyományos őszi vásárát a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. Idén, október 15-én tartották a rendezvényt, ahol többek között az óvoda születésnapját is megünnepelték. A jeles napon szép számmal gyűltek össze, 158 kisgyermek élvezhette a délelőttöt a családjával. A református óvoda indulása óta nem telt még el úgy év, hogy ne rendeznénk meg a hagyományos őszi vásárunkat. Ez úgymond már az óvodánkhoz tartozik. Talán mondhatom azt, hogy mind a szülők, gyermekek és a munkatársak által a legjobban várt esemény az évben. A családi napot a tagintézmény igazgatója Tóth Ruszoly Zsuzsanna nyitotta meg. A megjelentek köszöntése és a program ismertetése után pedig nagy tiszteletű Gacsáy Gábor vezető lelkipásztornak adta át a szót a napkezdő áhítat megtartásához. Jó Atyám, Istenünk, Te! Amen. Így legyen ez. Egyetlen egy gondolat, illetve ige és gondolat, azt mondja a 130. Zsoltár, hogy mindenért hálát adjatok. Ugye nagy dolog, amikor az ember kapál, vet, előkészít, és amikor arat. Amikor megvan az áldása, mindannak a munkának, fáradtságnak, amit az ember, és a magyar ember is elvégzett és elvégez. Ez az őszi vásár egy ilyen háladás. Háladás a gyermekekért, háladás mindazért, amit az őszi vásáron, illetve itt fog történni. Amit a jó atya megengedett, hogy lássuk, hogy éljünk belőle, hogy éljünk vele, hogy tápláljuk testünket, és jó ízűen megegyük mindazt, amit adott számunkra. Ezek után kezdetét vette a programsorozat, amely az óvoda gyermekeinek közös éneklésével indult. A nagycsoportos gyermekek minden évben külön előadással készülnek a látogatóknak, így ez idén sem volt másképp. Az éneklés után a Csillagcsoport adta elő műsorát, mely során a vásári hangulatot próbálták megidézni különböző gyermekdalok és gyermektáncok segítségével. Műsor után 10 óraival várták a gyermekeket és szüleiket a szervezők, majd közösen elfogyasztották az óvoda születésnapi tortáját, ami immár a 13. volt. Miután pedig mindenki jól lakott, elkezdődött a vásári forgatag. Ezt a napot nagyon nagy várakozással, nagyon nagy munkával, nagy energiabefektetéssel
szoktuk indítani. Hetekkel a vásár előtt már készülnek mind a gyerekek, szülők, munkatársak. A szülők és a pedagógusok gyönyörű szép portékával készülnek a gyerekeknek, amit tallérokért tudnak megvásárolni. Igazi kis kreatív csodák, volt itt kézműves szappan, különböző díszes nyalóka, asztali dísz, karácsonyi díszek, tehát nagyon-nagyon széles a paletta. Amikor már mindenki elköltötte a tallérjait, Kis Varga Ágnes néptáncpedagógus táncházra invitálta a gyerekeket. A program végére az óvoda dolgozói a szokásokhoz híven egy mesedramatizálással készültek a vendégeknek. A református óvoda munkatársai a Refi Társulat néven mesét szoktak minden évben dramatizálni a gyerekeknek, ez is egy nagyon várt program a nap folyamán. Az idei évben a Szegény ember szőlője című mesét dramatizáltuk a gyerekeknek, aminek nagyon örültek, ugyanis a mai gyerekek már élő mesével nagyon-nagyon ritkán találkoznak, valamint azt, hogy az ő óvónéniük, Dajka néniük is szerepel ebben a mesében, ez egy külön élmény a gyerekek számára. Hirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az arany rozmaringot, az aranyalmát, az arany sejelket. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, ami valamire van, hogy ez így csak van az országban. Azok köszön volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött az aranyszőrű karipán a legény aranyos ruhában. Valakjában volt tűzve az aranyrozmarin, a lovak antárjában az arany sejemkető. Egyik kezében tartotta az aranyban. Felséges királyom, én voltam, aki mindhárom próbára kiálltam, elnyertem az aranyalmát, az aranysejemkedőt és az aranyrozmarinot. Végre megjöttél, vártunk már rá. Nagyon örülök, hogy te vagy az a kiújtás, sikerült az apám teljesítettek, kérését teljesítettek. Hozzáadom a lányomat, neked adom az országomat, ásókapos nagyvalom választom el benneteket. Mindjárt megtartom tárta a tarvat. Itt a vége, fuss el véle, kerre elő közepére. Itt a vége, fuss el véle, kerre elő közepére. A vásárra szerzett bevételt a későbbiekben játékfejlesztésre fordítja az óvoda. A következő közös program pedig egy adventi alkalom lesz a gyermekek számára, amelyre csoportszinten készülnek majd egy kis műsorral és kézműves tevékenységekkel.